Geronimo Stilton, esti mesék a világ minden tájáról. Kurupira, Brazil mese. Minden indián tudja, hogy ha furcsa hangot hall az erdőben, olyant, mintha valaki a fák törzsét ütögetni, szednie kell a lábát hazafelé, mert vihar közeleg. Mindenki felismeri a különös, bum bum hangot, ami arra int, hogy biztos helyre kell húzódni. Tudjátok, kitől származik a hang? Kulupirától, a furcsa kis szőrös erdei lénytől, akinek hátrafelé néz a lábfeje, vörös a szeme, hegyes a füle, és zöld foga van képzelhetitek, elég csúnyáska teremtmény. Aki már látta valaha, azt mondja, egy kicsit ijesztő, mégis jó barátja az erdőlakóknak. Az állatok és a növények jól ismerik egymást. Tudják, hogy a kis kurupira mindig megvédi őket a vadászoktól és a favágóktól, akik mindig sokkal többet pusztítanak ki közülük, mint amennyi a megélhetésükhöz szükséges. Most elmesélem nektek, Tónió és Csíko, a két favágó történetét. Tónió sokat járta az erdőt, de mindig csak a lehullott száraz ágakat gyűjtötte össze, míg Csíko minden fát kivágott, ami az útjába került. Egy nap Tónió így szólt a barátjához: Csíko, légy figyelmesebb! Ha így folytatod, egy nap megnyúlik a bajot kurupirával. Csíko erre nagyot kacagott, és folytatta tovább a féktelen favágást. Minden várakozással ellentétben, Tóni volt az első, aki egy alkalommal megpillantotta Kurupirát. Aznap egyedül vágott neki az erdőnek. Épp a gyűjtögetett, amikor Kurupira az útját állta. A furcsa kislény különös, nyikorgó hangot hallatva közeledett felé. Járása összetévezhetetlen volt a hátrafelé forduló lábfejének köszönhetően. Amikor Tónió észrevette a bokrok közül kikukkanó szörnyecskét, halára rémült, ám Kurupira szélesen mosolyogva nézett rá, és egy darab sajtot kért tőle. Az erdő lakó Tónió szó feléje nyújtott egy vastag szeletet. Kurupira egy szempillantás alatt bekebelezte a finom falatot, majd eltűnt. Nem sokára Tónió egy nagy, kidőlt farönköt talált az erdőben. Felrakta a kocsiára, és amikor eladta, jó pénzt kapott érte. Amikor Csíkó tudomást szerzett a történtekről, habozás nélkül nekivágott az erdőnek, hogy megkeresse kurupirát. Magával vitt egy jókora zsákot, tele finom sajtal, mert úgy gondolta, így magához édesgetheti az erdei lényt. Korupira azonban nem mutatkozott. Sokáig bolyongott Csikó az erdőben, napokon és éjszakákon át, míg végre meghallotta a kis teremtmény furcsa neszezését a fák között. Amikor megpillantotta, nagyot kiáltott. Hé, hey, minden erdők atya, gyere ide, beszédem van veled. Neked adom ezt a zsák sajtot cserébe jó adag fáért. A szőrös kisnéni megfordult, fényvillant vörös szemében, és egyetlen gyors ugrással eltűnt a fák között. Csíkó akkor megértette Kurupira üzenetét, és megtanulta tisztelni az erdőt annak minden lakójával együtt. A Pásztor és a Viszhang indiai mese. A kis Pásztor minden reggel kivitte a kecskéit a közeli hegyoldal zöld legelőjére. Egy nap, mintha egy másik nyáj mekegését hallotta volna a szemközti hegyoldalról. Abban a reményben, hogy eltáshaloghat kicsit a másik Pásztorral, nagyot kiáltott. Ki van ott? Válaszként ezer felől jött a kérdést. Ki van ott, ki van ott, ki van ott, ki van ott? De jó, több pásztor is van ezen a vidéken, gondolta boldogan. Gyorsan válaszolt hát messzi társainak. Gyertek el hozzám! Erre a hangok. Gyertek el hozzám, gyertek el hozzám, gyertek, gyertek, gyertek el hozzám! de senki sem jött. Így hát a kispásztor újra kiáltott. – Miért nem jöttök? – mire a hangok? – Nem jöttök, nem jöttök, nem, 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 nem jöttök. A kispásztor fiú erősen méregbe gurult, és így kiáltott. – Nem vagyok ostoba! – mire a hangok? – Ostoba, ostoba, ostoba! Ekkor nagyon megijedt a kispásztor, szedte a sátorfáját és hazaiszkolt. A következő napokban nem akarodzott kimenni a legerőre a kecskékkel. Megkérdezte hát az anyját. Megkérdezte hát az anyja. Mi lehet téged, csillagom? Miért nem akarsz felmenni a hegyre a kecskékkel? A kis pásztor elmesélte, mi történt vele. Édesanyja megnyugtatta. Ne félj, azok a pásztorok nem gonoszak, ők is szívesen barátkoznának veled. Holnap, ha kimész a legelőre, kívánj nekik jó napot, és szólj egy-két kedves szót hozzájuk. Másnap a kispásztor kiment a legelőre, és így kiáltott. Jó napot! A vízhang így válaszolt. Jó napot, jó napot, 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 napot! Ekkor megnyugodott a pásztorfű, és így folytatta. Legyünk jó barátok! Mire a hangok? Jó barátok, jó barátok, barátok, barátok! Igen, megörült ennek a fiú, és megértette, hogy ha kedves dolgokat mond, mások is kedvesen válaszolnak. Amikor pedig nagy fiú lett, rájött, hogy nem csak a víz hangnál, de az életben is így megy. Az emberek úgy bánnak velünk, ahogy mi is ővelük. velük. Az égi csetepaté, észak-afrikai mese réges-régen sok-sok esztendővel ezelőtt a nap és a hold jó barátságban élt egymás mellett az égen. Egy nap azonban veszekedni kezdtek. Egyértelműen én vagyok a fontosabb kettőnk közül, állította a nap. Nélkülem nem is lenne élet a földön. Az én érdemem, hogy a gyümölcsök megérnek a fán, és hogy meleg és fény árasztja el a földet. Ha megkésve érkezem, mindenki engem hiányol, és az emberek szomorúak. De ami téged illet, hold, ugyan mi szereped van neked ebben a világban? Sem elég fényt, sem elég meleget nem tudsz adni a földlakóknak. Az én fényem tényleg gyengébb, lágyabb, csattan valahol. De az emberek Szeretik a fényemet. Én is világítok, de soha semmit meg nem égetek, nem úgy, mint te. Ne beszélj ostobaságot! Inkább tegyünk egy próbát, ha van Merced. Ha győzöl, átadom neked a helyemet, ajánlotta a nap. A hold elfogadta a kihívást, bár tudta jól, hogy az ő fénye a napéhoz képes nagyon hallovány. Mégsem akarta feladni a küzdelmet. Egy nap hatalmas felhő érkezett, és hosszú-hosszú időre eltakarta a napot. A hold mindent megtett, hogy felmelegítse a földet, de hiába. A földrakói rettenetesen fáztak. Mindenki várakozva kémlelte az eget, és amikor a nap végre valahára újra előbukkant, az emberek boldog kiáltással üdvözölték. A hold ekkor szomorúan visszahúzódott az ég másik felére, és elhatározta, hogy ezentúl csak éjjel mutatkozik. Attól fogva ez így is van.